A Nyíregyházi Katica Báb Színház társulata látogatott el a Városi Könyvtárba 2016. december 3-án. A színészek a Röfi Malac kalandjai című mesét adták elő, melyen kicsik és nagyok egyaránt nagyon jó szórakoztak. Jó reggelt, anyuci! Ó, jó reggelt, kisfiacskám! Hát miféle dolog ilyen sokáig aludni? Gyorsan ébresztő, vasakodni, tornázni, reggelizni? Csak siess, mert nincs sok időnk! A rendezvény előtt Bötykösné Fodor Kitti köszöntötte a jelenlévőket, majd mindenki nagy meglepetésére megérkezett a Mikulás is, aki szaloncukorral kedveskedett a gyerekeknek. Az édességet, amit ígértem, hogy ki kell osztani, azt már majdnem bocsátom a lakásomnak az ajtajából lapföldön, akkor jutott eszembe, hogy vissza kell jönni. Hát ilyen gyorsak a rejszarvasok, hogy ilyen gyorsan vissza tudtam velük érni. Jöjjön nyugodtan, gyertek. No! Az előadás végén mindenki élményekkel gazdagodva tért haza otthonaikba. Danilás László, a társulat vezetője, rövid interjút adott stábunk. Szeretettel köszöntöm Danilás László urat, a Nyíregyházi Katica Báb Színháznak a vezetőjét. Első kérdésem az lenne önhöz, hogy melyik előadással látogattak el ide a Városi Könyvtárunkban, és hogy milyen korosztálynak szólt ez a kis előadás, amit láthattak. Üdvözlöm a nézőket! Ez az előadás a Röfi Malac kalandjai volt. Tulajdonképpen ez óvodásoknak és iskolásoknak is egyaránt érdekes, de a felnőttek is élvezik, mint láthattuk. Kivel érkezett erre az előadásra, ki volt az ön partnere? Az én partnerem az én feleségem, már több éve együtt dolgozunk. Amúgy már 25 éve működik ez a Báb Színház, és járjuk az ország óvodáit, iskoláit, művelődési házait, gyerekotthonait. Említette a gyermekotthonokat, illetve az iskolákat, illetve az óvodákat. Milyen hangulatban tellenek az ilyen előadások? Gondolok itt a gyerekotthonokra elsősorban. Gyerekotthonokban az előadást mindig nagy szeretettel fogadják a gyerekek, hiszen nem mindig van lehetőség elmenni színházba, ezért mintha eljövünk, akkor ennek nagyon örülnek. Az Báb előadásaink azok tulajdonképpen mindig jóra tanítanak, így a gyerekek azt a jót látják. Tehát hálásak a gyerekek, örülnek nekünk, és örülnek, hogy van ilyen lehetőség, hogy megnézhetik az előadásainkat. Általában milyen témákat szoktak földolgozni önök az előadások során? Ugye most a Röfi Malacot láthattuk, ugye a farkas, illetve a malackának a viszálykodását. Más szereplői is vannak, más meséket is földolgoznak, vagy általában ez a legmegszokottabb? Hogyne, természetesen feldolgozunk rég elfelejtett népi meséket. Például az egyik kedvencünk a Szurkoshátú Szalmaboci, amit a régi vágású pedagógusok még ismernek, de már az újak nem. Tehát ilyen régi meséket szoktunk feldolgozni, átalakítani, zenésíteni, és ezeket szoktuk bemutatni. A bábokat saját kezűleg készítik önök, vagy valahonnan beszerzik, vásárolják? Mind a bábokat, mind a paravát, mind a kellékeket saját magunk készítjük, a zenét is én írom, és mindent, amit csak lehet ebben a Báb Színházban, mi csinálunk ketten. Nagyon szépen köszönöm az interjút, és kívánok önöknek kellemes, boldog ünnepeket, valamint sikerekben gazdag, boldog új esztendőt. Köszönöm szépen, szintén kívánom.